Nagyon izgalmas és szinte romantikus világba vezeti be akár az olvasót, akár a nézőt. Tehát ez az angol felsőbb osztály, vagy a gyarmatok világa, azért ez eléggé távol van már tőlünk, vagy hogyha időben megyünk úgy is, meg egyébként is. És azt is szeretem, hogy az ő krimi azok nem ezeket a borzalmakat tárják elénk, ami a mai világunkban létezik, vagy a mai akciófilmek, vagy thrillerek, amikről szólnak, hanem az ő gyilkosságai mindig egy kicsit fedettebbek. És ami az izgalmát adja nekem az ő írásaiban, hogy ami kideríti az a személy, akár a Mrs. Marple, vagy a Poirot, aki nekem a kedvencem, ezeket a gyilkosságokat, ezeknek a szövetét, ezeknek a folyamatát, az alatt egy olyan, mint egy puzzle-t rakna ki az ember. Nagyon-nagyon kerek, gömbölyű karaktereket kapunk nála. És az a világ, amiben helyezi, amit az előbb említettem, azok is nagyon érzékletesen vannak leírva. Tehát nem csak a gyilkosságok szövete olyan izgalmas, hanem a környezet, amit ad hozzá.